Egészen elképesztő, hogy Tiszaföldváron közbiztonsági problémák miatt egy utcát kell kvázi kerítéssel lezárni, azért, hogy az itt élők biztonságban legyenek. Ez pontosan mutatja azt, amiről ma a politikai pártként egyedül a Mi Hazánk mer beszélni, hogy Magyarországon igen, vannak no-go-zónák. Vannak olyan települések és olyan település részeink, ahol gyakorlatilag a magyar állam képtelen betartatni a törvényeket, az ott élők biztonságát és értékeinek a biztonságát képtelen garantálni. Itt vagyunk, Tiszaföldváron, a kis utcában, amelynek a másik vége az Óvirághegy első út, és a kettő most már nincs összeköttetésben, hanem egy kerítéssel van lezárva, amit most el is megyünk és meg is nézünk. Itt láthatjuk, ki van írva, az átjárás megszűnt, tehát itt volt az a gyalogút, ami tulajdonképpen ezt a két utcát összekötötte, és ami egyébként megkönnyítette a másik utcában élőknek a közlekedését ebbe az irányba, ahol egyébként a fő közlekedési útvonal, és ebben egyébként a busz megálló is található. Az utca lezárásáról konkrétan önkormányzati testületi döntés született. Itt van a kezemben a képviselőtestületi határozat, aminek az előterjesztésében szerepel, olvasom, az előterjesztés a Kis utca Óvirághegy egy út felüli végének lezárásáról szól. Lakossági megkeresésre készült el az előterjesztés, jelezték az ott élők, hogy mindennapossá vált a bandázás, hangoskodnak és sok az eldobált injekciós tő, üveg és egyéb szemét a területen. Azóta volt egyébként egy felülvizsgálati kérelem is, amit egyébként a testület elutasított. Érdemes egyébként ezekből a jegyzőkönyvekből idézni, ahol egy lakó például arról beszél, hogy 15-16 éves fiatalok alkoholizálnak, hangoskodnak, odavécéznek, szexuális cselekményt hajtanak végre. Az egyik képviselőtestületi tag arról beszél, következőt idézem, sajnálatos és dühítő, hogy egy ilyen döntést kell meghoznunk, mert gyakorlatilag nincs más módszer a kezünkben arra, hogy megfékezzük ezeket az embereket. Ott nőttem fel, ez út 50 éve átjáró. Egy másik testületi tagtól is idéznék, ez a céljuk, ezért kipécéznek lakatlan, használaton kívüli présházakat, ott drogoznak, mert igenis van drog probléma, hiába mondja a hatóság, hogy nincs. Egyébként érdemes a közbiztonság tekintetében a település közbiztonságáról, rendőrség és a polgárőrség tevékenységéről készült beszámolókból is idézni, ahol például a rendőrségi beszámolóban kiegészítésként elhangzik, hogy nem csak Tiszaföldvár, sajnos az egész világot érinti a kábítószer bűnözés. Tiszaföldváron is jelen van, a baj az, hogy az elkövető csoportok több szinten zártan működő keretek között tevékenykednek. Nagyon nehéz őket megfogni. A felderítésben a bizonyítás nagyon nehéz, hiszen hiába tudjuk, hogy kik a dílerek és a fogyasztók, a dílereknek és a fogyasztóknak nem érdeke, hogy a rendőrség felderítse a bűnügyet. Nincs semmi olyan információ, ami bizonyítást segítené. Addig, amíg van rá kereslet, ez a bűncselekmény létezni és virágozni fog. Azt gondolom rendkívül szomorú, hogy az önkormányzatok ilyen alternatív módszerekért kell, hogy folyamodjanak. Ez pontosan mutatja azt, hogy Magyarországon a rendvédelem és az igazságszolgáltatás egyre inkább képtelen ellátni a feladatát. Azt látjuk, hogy alapvetően a törvénytisztelő adófizető, nyugdíjjárulékot, TB-t fizető tisztességes többségnek kell maga köré falat építenie, ahelyett, hogy a bűnözők kerülnének falak mögé. Egyébként nem ez egyetlen egy ilyen eset Magyarországon. Az elmúlt években már arról is volt, tartottunk sajtótájékoztatót, hogy például Olaszliszkán a borászatot védik fallal, tehát jól látszik, hogy sajnos egyre inkább ebbe az irányba megyünk. A Mi Hazánk mozgalomnak megvan a programja arra, hogy hogyan kell ezeket a no-go-zónákat törvényes eszközökkel felszámolni. A törvényjavaslatainkat folyamatosan fogjuk benyújtani a parlamentben, és majd meglátjuk, hogy akár a balliberális pártok, akár a Fidesz támogatja-e ezeket a javaslatokat. Ugyanis azt gondoljuk, hogy itt radikális változtatásra van szükség, mert a településeink előtt sajnos két jövő áll. Az egyik, hogy vagy törvényes eszközökkel elkezdjük felszámolni a no-go-zónákat, vagy a no-go-zónák fogják felszámolni a településeinket.